egy kálomista pap, s csokonai egymásnak voltak jó barátai. Kilódul egyszer Debrecenből, s a jó barát előtt megáll, éhatnám pajtárs, így kiállt fel csokonai vitéz Mihály. <laughs> Na, ha ihatnál, hát majd ihatol, akad még borszámodra valahol, a máshol nem, tehát pincémben ottan nem egy hordó borál, szólott a pap, és leballag véle, csokonai vitéz Mihály. Ihol liucu kiállt a papa, mint a hordóból egy dugasz kikap. Szaladj csapért, ott fönfelejtém, szaladj öcsém, de meg ne állj! És fölruhant lóhalálában Csokonai Vitéz Mihály. A likra tette tenyerét a pap. Csak vár, csak vár, hogy jön talán a csap. De a csap nem jött, s a pap morgott. elmi mi az ördögöt csinál? Hol a pokolba marad ez a Csokonai Vitéz Mihály? Nem győzte várni tovább a csapot. Ott hagyta a hordót, a bor kifolyt. Fölmén a pincéből a házba, de ott fönn senkit nem talál. Csak késő éjjel érkezett meg Csokonai Vitéz Mihály. Hát, a dologban ez volt az egész. Kereste a csapotot fönvité, zeget zugott kikutat érte, de csak nem jön rá, hogy hol csapért, szomszédba mégyen csokonai vitéz Mihály. A szomszédban van, valami volt. Elébe tótak ételt és italt, s ím az étel és bor mellett, és zenének hanginál, csapot papot, és mindent felejtett. Csokonai vitéz Mihály.